Zord hegyek, konok fia volt ő, hitet s erőt e földtől kapott. Ringatta fenyőből készült bölcső, magasodott példaként a terkő, s ezüst hangú hegyi forrás dalolt. Kitartást csíkiszikláktól tanult, nyomorban, veszélyben, viharban, remegve félve meg nem lapult, fénylő hite soha nem fakult, bízva bízott egy igaz világban. Havasi gyopárként élt szerényen, s ő volt a szírt, a meg nem ingó, régi fénnyel látnoki szemében, példakép ma is, éjben, fényben, erős hitű, örök rajongó. Így írt Márton Áron püspökről Nagy Irén. Márton Áron Csíkszentdomokoson. Csíkvár megye legtöbb lelket számláló községében született 1896. augusztus 28-án. Van egy tanyánk, úgy hívja, akkor Lető, ott Áron bátyám gyermekkora a pásztorkodott. Az édesapja minden szombaton hazaküldte tejjel, hazajött, vasárnap elment a templomba, hétfőn reggel korán az édesanyja rozsvízből kenyeret sütött, beletette a tarisnyába, visszaküldte az édesapjához. Voltak ilyen nagy szállásfák, és amely közelébb volt a kicsi házhoz, az alá nyírákból és fenyőágból csinált oltárt, Mária képit oda tette, és hívta a többi gyermeket imádkozni. Szentdomokosi érdekessége, hogy 200 éven keresztül három család adott papot. Kedves, Kósa és a Márton. Minden bizonnyal a legnagyobb Márton Áron püspök úr. Hattagú családban nőtt fel, és tanult meg imádkozni szüleitől. Édesapja Márton Ágoston, édesanyja Kurko Julianna, testvérei Ágoston, Anna és Domokos. Ebben a családban ismerte meg a tiszta, alkudozás nem ismerő élet körülményeit. Vonásaiban is benne volt a kemény akarat, de ugyanakkor a barátságos fürkésző tekintet is. Elemi iskoláit Csíkszentdomokoson kezdte a római katolikus elemi népiskolában 1903-ban, majd 4 év múlva a csíksomlyói katolikus gimnáziumban tanult tovább. 1911 és 1914 között a mai Márton Áron gimnáziumban, az akkori főgimnáziumban folytatta tanulmányait. A gimnázium utolsó évfolyamát kis szemináristaként végezte Gyulafehérváron. Az érettségi vizsgát 1915. június 12-én tette le, 3 nap múlva behívót kapott katonai szolgálatra. Édesanyja ekkor adott fiának egy rózsafűzért. Később Márton Áron elmondta, ez mentett meg engem. A harctéren 4-szer sebesült meg, a veszélytől nem félt soha. Katonai szolgálatot teljesített, és rövid ideig fogoly volt a brassói fellegvárban. Szabadulását követően hazakerült szülőfalujába, és otthon töltött el 1,5 évet. A nyári munkák befejeztével 1919 őszén Brassóba ment, hogy vasipari szakmát tanuljon. Krausz Lali barátjával jelentkeztek Brassóba, hogy próbálják meg a városi munkás életet is a gyárba. A Schill cég 100 vállalkozó a gyárában nem fogadta őket. Azt mondta, olyan gazdasági világkrízis van, ne felejtjük el, a napjainkban hasonló van. Akkor a cégvezető azt mondta, amikor 100 munkásaimat elbocsátom, nem fogok 2 céget felvenni. A bizonytalanság évét élte Márton Áron. Habár gimnazistaként papi hivatást érzett, kis szemináristaként már papnak készült,
de a háború és az utána következő zűrzavar, ami Erdélyt is érintette, megzavarta elhatározásában. 1920 őszén hozta meg a végleges döntést, hogy jelentkezik a gyulafehérvári papneveldébe. Ekkor 24 éves volt. Szándékáról levelet írt Majláth Gusztáv Károly erdélyi püspöknek, aki örömmel fogadta Márton Áront. Ősszel volt ment a cséplőgép az udvaron, Áron bátyám adta kévéket fel a gépre, jött a postás, hozott egy levelet, kiáltotta mámám, hogy gyere elé Áron, mert levelet kaptál Gyulafehérváron. Eljött, az udvaron nagy örömmel, nagy boldogan elolvasta a levelet, azt mondta az édesanyjának, édesanyám, egy kicsi ennivalót, szalonát, kenyeret, túrót a szervbe tegyen, mert legelső vonattal megyek vissza Gyulafehérvárra. És akkor a kegyelem döntött Márton Áron lelkében, a megkapott hivatás most már győzött, írta a püspökének, és habár már két hete megkezdődött a tanév, Majláth püspök meleg szavai olvashatók a püspök életrajzában. Visszahívta a fiát, szeretett fiát, és 4 év múlva, 28 éves korában pappá szentelte. Társai között tekintélye volt, tanárai gerinces jellemnek tartották, komolynak, életrevalónak és olyan személynek, akitől az egyház sokat várhat. 1924. július 6-án a gyulafehérvári székesegyházban Majláth Gusztáv Károly püspök szentelte pappá, majd részt vett a primiciáján, melyet Csíkszentdomokoson tartott július 13-án. Lelkipásztori munkáját Márton Áron Székelyföldön, Gyergyó vidékén kezdtem. Előre Ditróban, majd Gyergyószentmiklóson teljesített szolgálatot. Mindkét hely színmagyar és színkatolikus. Itt is, de egész életében a fiatalságra irányuló munkát érezte a legfontosabbnak. 1928. júliusától került Marosvásárhelyre, mint hittanár, a római katolikus gimnáziumban. Szónoki képessége mindenkire hatott, így nem csak katolikusok hallgatták a főtéri plébánia templomban, hanem más felekezetűek is. Hallottam, szép magyar szóval, mondta egy román nagysága, ne állj előmbe, én ide jöttem, s én akarom látni a püspököt. A rábízott gimnazisták nevelésére nagy érzéke volt, tudott a mindennapi problémákkal küzdő emberek fejével gondolkodni. 1929 nyarán kinevezést kapott Nagyszebenben. 1930 és 1932 között Gyulafehérvárra helyezték, ahol püspöki levéltáros lett. 1932. október 1-től került Kolozsvárra az egyetemi ifjúság lelkészi és akadémiai hitszónoki megbízással. Világi apostolnak tekintette a keresztény értelmiséget. 1933. szeptemberében indította el a magyar nyelvű pedagógiai és népnevelői folyóiratot Erdélyi Iskola néven. Márton Áron tudta, hogy mindenkinek joga van a tanuláshoz, de aki Krisztus szellemében él, annak kötelessége is a tanítás. 1936. márciusától Erdély legnagyobb egyházközségének, a kolozsvári Szent Mihály plébániának a vezetésére kapott megbízást. Az 1838-as év Márton Áron életében egy új korszakot hozott, hisz szeptember 14-től apostoli kormányzóvá, és karácsony napját megelőzően, december 24-én gyulafehérvári püspöknek nevezték ki, amit Erdély magyarsága nagy örömmel fogadott. A püspökké szentelés 1939. február 12-én volt a kolozsvári Szent Mihály templomban. Püspökké szentelik, és megjelenik az új püspöknek az új címere. A címer felirata, a jelmondata ez volt. Túri Szent Márton utolsó szavai, non recusolabo orem,
nem utasítom el a munkát. A püspeki címerében a halmok fölött magányos fenyő áll, a háttérben a székelyföldi havasokat szimbolizáló hegycsúcs magasodik, középen a béke, Pax jele, melynek két oldalán csík címeréből a nap és a hold látható. Ezzel is jelezni akarta, csík magas méltóságba, terhes feladatok elé állított fia vállalja mindig a zöld fenyő hivatását, kopár körülmények között is görcsösen ragaszkodik az életadó értékekhez, és irányt mutat, gerinces egyenességet és égbelendülő bátorságot tanúsít. Már 1939 nyarán megkezdte Birma útjait, melyek lehetőséget adtak, hogy közelebb kerüljön híveihez, biztatni és vigasztalni tudja őket. 1940-től Erdély északi részét és a Székelyföldet Magyarországhoz, déli részét Gyulafehérvárral együtt Romániához csatolták. Márton Áron az ősi püspöki székhelyén Gyulafehérváron maradt. Papszentelések és a kettészakítást követően megritkult Birma utak alkalmával látogatta meg azokat a híveit, akik a határvonal túloldalára, Magyarországra kerültek. A püspök körleveleiben fogalmazta meg pasztorális munkásságának fontos téziseit, foglalkozott a demokráciával, a népnevelés feladataival, állást foglalt a békéről, véleményszabadságról, a kommunizmusról, az istentagadó társadalomról. 1944-ben, mikor még dúlt a II. Világháború, így szólt az akkor felszentelt papokhoz. Kedves fiaim, lehet, hogy vértanúságra avatlak föl titeket. Az igazság védelmében és a szeretet szolgálatában az üldöztetés és börtön nem szégyen, hanem dicsőség. Ugyanekkor felemelte tiltakozó szavát a zsidók deportálása ellen, amiért az utókor Isten szolgálja Márton Áron püspököt a Népek igaza címmel tüntette ki, posztmortem. Felemelte szavát az igazságtalansággal szemben. 1945 elején, majd 1946. január 28-án levelet írt az akkori miniszterelnöknek, Gróza Péternek, amelyekben ecsetelte román hatóságnak a magyarsággal szembeni kegyetlen bánásmódját. Ugyancsak 1946-ban a pünkösdi búcsúra összegyűlt százezres tömeg előtt ekként beszélt az erdélyi magyarságot ért sérelmekről. Szabad emberhez és szabad néphez méltó életet kívánunk élni, mert ehhez Isten adta jogunk van. Márton Áron nyíltan kimondta a csíksomlyói beszédében mindazt, amit híveinek nem volt szabad kimondani. 1949-től kezdődően Márton Áron püspököt több támadás érte az állami szervek részéről. A hívő nép lelkesedett a püspökéért. Birma útait figyelemmel kísérték a hatósági szervek, és már készültek a letartóztatására. A szenvedés időszaka 1949. június 21-én kezdődött, amikor a püspököt az egyház statutumával kapcsolatosan Bukarestbe tárgyalásra hívták. Gondolva arra, hogy az út hosszabb ideig tart, már korábban megjelölte a Szentszék rendelkezése alapján a helyettes ordináriusok sorozatát. 25 év telt el pappá szentelése óta, de az ezüstmisét nem tudta bemutatni, mert a tövis felé vezető úton letartóztatták. Árpád bátyánk ott volt Gyulafehérváron ellen iskolától végig. Ő hozta írt, hogy Áron bátyánkot lefogták. Nagy szomorúság, nagy keserűség volt a családban. Először vizsgálati fogságba került, majd 1951. július 13-án életfogytiglani börtönre ítélte a bukaresti hadbíróság. 6 éven át szenvedett a pitesti, a nagyenyedi, a máramarus szigeti és a bukaresti börtönökben. A máramarus szigeti börtönben 5 személyes cellába zárták. Ennek a börtönnek kivégző tábora is volt, és hírhetté vált a szigorúságáról. Máramarus szigetről Bukarestbe vitték. Gróza Péter miniszterelnök járt közbe, hogy a püspök börtön körülményei javuljanak. Helyzete így valamelyest könnyebbre fordult.
1954-ben a kormány bizonyos feltételekkel Márton Áron szabadonbocsátását tervezte. A börtönből szabadulva 1955. január 6-ától a bukaresti érseki palotában lakott, a néhai Alexandru Teodor császár érsek üres lakosztályában. Ennek a majdnem 3 hónapos fővárosi tartózkodásnak az volt a célja, hogy egészségileg felépüljen és megerősödjön. Március 25-én, 6 évi távollét után visszatérhetett Gyulafehérvárra, és újból átvehette az egyházmegye vezetését. Rövidesen körlevelet adott ki, mely tanúsította, hogy a kínokkal telt börtönévek alatt a kommunista állam nem tudta megtörni a püspököt. 2 év elteltével ismét korlátozták szabadságában. Házi fogságra kényszerítették a püspököt. A székesegyházban bérmált, papokat szentelt és fáklyaként világított papjai, hívei körében. Viharnak kitett apró lángok vagyunk, hitünkkel mégis a szeretet melegét őrizzük. Arra vagyunk hivatva, hogy hitünkkel visszahozzuk Istent a hitetlen világba. 1967-ben mentették fel házi fogságából, így újra megkezdhette Birma útjait. A hívek továbbra is aggódtak érte, megszervezték védelmét, mert féltették az újabb letartóztatástól, támadástól. Az 1969-es Birma útja alkalmával találkozott utoljára édesapjával. Márton Áron püspök 3 alkalommal jutott el Rómába. 1971-ben, amikor találkozott 6. Pál pápával, a kihallgatáson jelen volt az akkor még az Örökvárosban tanuló, jelenleg gyulafehérvári érsek, dr. Jakubinyi György is. Márton püspök úr latinul beszélt 6. Pál pápával, és az audiencia körülbelül 3/4 órát tartott, 4 szem közti a pápánál. Számunkra olyan megható volt a 4 növendék részére, hogy a Márton püspök úr le akart térdelni a pápa előtt és kezet csókolni, mert így nevelték, és így volt a szokásban II. Vatikáni zsinati. Pápa nem engedte, magához ölelte, és azt mondta nekünk, hogy mindenben hallgassatok rá, engedelmeskedjetek neki, mert a ti püspökötök szent. Az 1970-es évek elején egészségi állapota meggyengült, gyógyíthatatlan betegsége miatt, mely egyre inkább elhatalmasodott rajta, de a fájdalmak okozta szenvedést rendkívüli türelemmel viseltem. Búcsúzóban örökségül ekként hagyatkozott híveinek. Szeretett híveim, mint főpásztorotok elsősorban a hitet akartam megerősíteni lelketekben, és a hithez való ragaszkodást hagyom rátok örökségül. Utolsó körlevelében pedig kéréssel fordult híveihez. Búcsúzóban ismét kérlek titeket, tiszteljetek és szeressetek minden embert, elsősorban azokat, akikkel együtt éltek. Amikor a püspök úr fájdalmai már olyan súlyosak voltak, hogy szinte elviselhetetlennek tűnt, ezt a kezelő orvosai bizonyára látták. Akkor úgy döntött az orvosi konszílium, hogy morfium injekciót írnak elő, hogy ezzel amennyire lehet, hát a szenvedését, a fájdalmait csökkentsék. És emlékszem, át is vettem 10 fiola morfiumot, és a nővér titokban a püspök úr tudta nélkül egy este egyetlen egyet beadott neki. Hát, hogy mi volt a hatás annak a morfium injekciónak a püspök úrnál, azt nem tudom, mennyire kábított el, vagy ő mit érzett, fogalmam sincs, de azt láttam, hogy rettenetes volt ennek az injekciónak a hatása. A teste rángatózott. Úgy láttam, hogy valami nincs rendben, és reggel nagyon-nagyon-nagyon fáradtan ébredt, átizzadt pizsamával, és akkor felelősségre vonta a nővért, hogy nővér, milyen gyógyszert kaptam én az este? Szegény nővér, Júlia testvér, persze, hogy nem merte bevallani azt, hogy a püspök úrnak titokban és a tudta nélkül, ugye morfium injekciót adott,
Hát csak annyit mert bevallani, hogy hát valamivel erősebb gyógyszert kapott akkor este, mint addig. És akkor a püspök úr nagyon-nagyon határozottan, tehát a rettenetesen szenvedő ember, a fájdalmak közt kínlódó és gyötrődő ember egészen határozottan azt mondotta, illetve szó szerint nem tudom, de ez volt az értelme, hogy megtiltom, hogy még ebből a gyógyszerből valaha is adjanak nekem. Na hát tényleg többet nem kapott ebből a morfium injekcióból, mert aztán 9 darabot a halála után visszavittem a gyógyszertárba. De hogy miért tette ezt a püspök úr, csak sejtettük, hogy ugye a morfium megzavarja a józan gondolkodásban, ítélő képességében is, úgy látszik ő már halálára is a szenvedésében teljes öntudattal és teljes hozzáállással akart fölkészülni. Sok szenvedés után Márton Áron püspök életének 84. püspökségének 42. évében, Szent Mihály napján, az Egyházmegye búcsú ünnepén 1980. szeptember 29-én örök létre szenderült. Október 4-én temették. E napon egész Erdélyben szóltak a harangok. Márton Áron püspök úr halála alkalmával 1980. szeptember 29-én, ami megtörtént, és sajnos megtörtént, de hát az életnek az a rendje, a főegyházmegyei hatóság elrendelte, hogy a temetés napján délben 12-kor egy órát, 12-től egy órát szóljanak a harangok. Én akkor székelyudvarhelyi káplán voltam a temetésre, a későbbi püspök, illetve Erdély érseke, Bálint Lajos, ő ment a temetésre, káplán kollégámmal, Bálint Jenővel, sajnos már ő sem él. Egyedül voltam otthon, és a temetés napján, az, ha jól emlékszem, október 4-én volt, Szent Ferenc napján, délben 12-kor megszólaltak a harangok, elektromos harang meghúzás volt akkor már Székelyudvarhelyen. 5 percet sem szóltak a harangok, és meg kellett állítani, mert úgy tapasztaltuk, hogy egy harang nem szól. Én akkor felmásztam a toronyba, és láttam, hogy a harangnak kiesett az ütője. A harangok ütői általában vastag talbőrrel vannak rögzítve és csavarozva. Sem egyiknek, sem másiknak semmi baja nem volt. Ezt csodának is lehet mondani, de én ezt nem tudom bizonyítani, mert ezt csak én egyedül láttam. Akkor lejöttem a toronyból, megfelelő szerszámokat, kulcsokat felvittem, harang ütőjét visszaszereltem a helyére, utána pontosan 1 órakor bekapcsoltuk a harangokat, és azok most már nem 12-től 1-ig, hanem 1 órától délután 2-ig szóltak, de én ezt a magam részéről én csodának fogtam fel akkor is, és én most is csodaként tudom elmondani, amint az előbb említettem, bizonyító ereje sajnos ennek a dolognak nincsen, mert akkor csak én egyedül tapasztaltam ezeket a dolgokat, de a magam részére ezt így raktároztam el. A püspök holttestét a gyulafehérvári római katolikus székesegyház kriptájában helyezték örök nyugalomra. Márton Áron püspök szenti avatási pere 1992-ben indult a Szent Szék engedélyével. Az azt megelőző boldoggá avatásért így imádkozunk. Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük,
tanítása és példája világító jel legyen mindannyiunk számára. Ámen. A püspök emléke ma is elevenén él a csíkszentdomokosiak szívében. A templom melletti iskolában múzeumot létesítettek, melynek megnyitójára 2010. október 16-án került sor.